A 2023-2024-es tanév országos középiskolai tanulmányi versenyén a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola egykori 12B-s tanulója Parajdi Bence második helyet ért el történelem tantárgyból. Az OKTV egy többfordulós verseny, amelyen első körben tesztkérdések vannak, majd esszéket kell írni, utána pályamunkát készíteni, a döntő pedig egy szóbeli fordulóból áll. A fiatal Székesfehérvár polgármestere köszöntötte a Városháza kis tanács termében. Fontos volt, hogy megálljunk egy pillanatra, ne menjünk el ezen eredmény mellett szó nélkül, hanem gratuláljunk Bencének is, és az őt fölkészítő tanárnak és Kovács Attila tanár úrnak. Én azt hiszem, hogy egy egyén életébe, az őt fölkészítő életébe, a Bence családja életébe is nagy dolog, de a város közössége számára is fontos. Visszaigazolás annak, hogy remek iskoláink vannak, nagyon jó tudományos műhelyek is, és nagyon tehetséges fiatalok vannak ma is, akik ezekbe az iskolákba járnak, és egymásra talál oktató, nevelő, pedagógus és az ő tanítványa, akkor abból ilyen szép eredmények is kijönnek. Parajdi Bence elmondta, már a középiskolában nagyon megszerette a történelmet, ezért választotta ezt a kategóriát a versenyen. A felkészülés pedig nagyon fontos volt ahhoz, hogy ilyen jó eredményt érjen el. A felkészülés az a felkészítő tanárral egy közös együttműködésen alapul, rengeteg időt igénybe vesz, ezért a szabad időből is fel kellett áldozni, de összességében szerintem egy nagyon élvezetes munka, és a tudást tekintve is rengeteg plusz információhoz lehet hozzájutni a felkészülés során. Bence felkészítő tanára szerint nagyon inspiráló volt a közös munka egykori tanítványával. Az általam adott feladatokat, külön feladatokat időre elkészítette, közösen megbeszéltük, a szóbeli előtt is közös felkészülést tartottunk a szóbeli témák kifejtése kapcsán, és ez már eleve egy önbizalmat adhatott a Bencének is, ami miatt viszonylag nagyobb ruk nélkül tudott részt venni ezen a szóbeli megmérettetésen. Kovács Attila hozzátette, nagyon örül neki, hogy a felkészülés során egymásra talált egy érdeklődő középiskolás gimnazista, és a tanári koncepció, ennek jegyében az évek alatt Bence el tudta sajátítani azt a történelem szemléletet, amely szükséges volt a sikeres végeredményhez.